Így néz ki manapság a szabolcsi földvára valóságban. Ez a makett pedig azt mutatja meg, hogyan nézett ki a környezet több mint 1000 évvel ezelőtt. A hely történelmét a felújított Tomori kúriában kialakított látogatóközpont jeleníti meg különböző változatokban. A korábban több funkciót is ellátó épületet Európai Uniós forrásból újították fel és alakították át. Ez egy topos beruházási program. Az épület korábban egy több funkciós feladatot látott el. Nem volt a településnek igazából más lehetősége. Rá voltunk kényszerülve, hogy orvosi rendelőként, óvodaként, posta hivatalként, moziteremként, házasságkötőként üzemeltessen. Tehát teljesen multifunkciós épület volt. Ezeket a feladatokat sikerült leválasztani, mindegyik funkcióra külön épület beruházási program keretében. Óvodát építettünk, orvosi rendelőt építettünk, községházat építettünk, játszóteret, könyvtárat, közösségi teret. Ezek mind-mind a település fejlesztésével jelentőséggel bírnak. Az elmúlt 10 évben több mint 700 millió forintot költöttünk a településbe az infrastruktúrális fejlesztésekre. A nyíri mezőségben számos turisztikai fejlesztés megvalósult az utóbbi években. Sesták Oszkár, a vármegyei közgyűlés elnöke úgy látja, a beruházásoknak köszönhetően jelentős mértékben javult a tiszamenti térség idegenforgalmi vonzereje. A TOP keretében számos turisztikai beruházást valósítottunk meg az elmúlt években, illetve fogunk megvalósítani a következőkben. Itt egykori Tomori kúriában egy bemutatója lett a mai nappal a szabolcsi földvárnak, annak a történetének, hogy el tudják képzelni a látogatók, még inkább élményszerűbbé lehessen tenni számukra ezt a látogatást, az itteni látogatást, a gyönyörű természeti környezet mellett, hogy mi a története a földváraknak, a szabolcsi földvárnak, mi a szabolcsi zsidat emlékezete számunkra. Ez egy nagyszerű turisztikai látványosság, amely remélhetőleg még több látogatót vonz Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe, itt a Tokaj szomszédságában. A felújított Tomori kúriát Simicskó István országgyűlési képviselő adta át. A vármegyei születésű politikus az átadó ünnepségen arról beszélt, a régió a példás összefogásnak köszönhetően hatalmas fejlődésen ment keresztül, az itteni attrakciókat pedig az ország távolabbi pontjain élőknek is látniuk kell. A környezet maga is gyönyörű, hisz itt a Szabolcsi vár tövében vagyunk, tehát egy nemzeti emlékhelyen, ami meg is érdemelt, hogy az legyen. Én magam is szabolcsi születésű vagyok, tehát nagyon fontos, hogy a megye erősödjön és gyarapodjon, és az elmúlt 10-15-20 évben folyamatosan fejlődik a megye. Az itt élő emberek életkörülményei javulnak, és ez köszönhető a térség országgyűlési képviselőnek, Vinai Győzőnek, megyei elnöknek, Sesták Oszkárnak és a többieknek, akik összefogtak a megye fejlesztése érdekében. Nyilván egy ilyen felújított kúria, Tomori kúria, testvérpárja volt korábban, még a háború előtt, és ez is azt mutatja, hogy a közösség összefogott, és egy ilyen szép épületet rendbe hozott, és én bízom benne, hogy a turizmust is ilyen módon tudja fejleszteni, erősíteni a térségben az ilyen típusú épületeknek a helyrehozatala, a megépítése. Ezek mind-mind erősítik a helyi közösségi érzést, a közösségnek a lokálpatrióta érzését, ezek mind-mind fontos dolgok. Szabolcsban néhány éven belül ez a második korábbi nemesi épület, amelyet felújítottak. Korábban a Mudrány kúria korszerűsítése történt meg a településen.